Fülemében szinte ugyanolyan, mint a régi gázmotorok, működésében pedig sokkal hatékonyabb és környezetkímélőbb. Az az új gázmotorgenerátor, ami a próbaüzem után teljes kapacitással dolgozik a Bakony utcában. Az új berendezés a modern gépjárművek belső égési motorjaihoz hasonlóan szinte egyáltalán nem fogyaszt kenőolajat, míg a 18 évvel ezelőtti technológia folyamatos olajpótlást igényelt. Az egyik motorunk az, amelyik elérte az üzemóra az élettartamának, a végét, és úgy döntöttünk, hogy mivel ezek a motorok ezek jók, szükségesek, hatékonyan működnek, energetikailag is megbízhatóak, tehát ezért kicseréljük az egyik motorunkat, és ez a hármas motor volt, amit most lecseréltünk, itt magát a motorblokkot és a generátor egységet cseréltük ki. Folyamatosan, stabilan tudta működtetni ezt az alapvető közszolgáltatást. A Széphő ZRT a Bakony utcai és a Tóvárosi fűtőerőművében jelenleg 8 darab energiatermelő egységet üzemeltet. A szolgáltató a termelt villamosenergiát eladja. Míg a folyamat során keletkezett meleg, a városi távfőrendszerbe kerül. Ezzel 20 ezer lakás és több száz intézmény fűtését és melegvizét biztosítva. Az 500 Celsius fok hőmérsékletű kipufogógáz hulladékhőjét a füstgáz hasznosító rendszer olyan hatékonysággal tudja felhasználni, hogy a kéményeken kilépő füstgáz hőmérséklete már csupán 60 fok körül alakul. Az új motorral lényegesen csökken a környezetterhelés, a károsanyagok kibocsátása is. A környezetvédelmi szempontból is komoly előrelépés, hiszen a különböző kibocsátási értékei sokkal alacsonyabbak, fenntarthatósági szempontból is jobban, olcsóbban üzemeltethető. Ez is azt gondolom, hogy nagyon fontos, és hát nyilván az is fontos, hogy így közel 20 év után egy ilyen új eszköz az újra stabilitást és biztonságot hoz ennél az alapvető közszolgáltatásnál. A Széphő tervez további fejlesztéseket is. A 2006 óta dolgozó motorok cseréje folytatódik, amint azok élettartama is lejár.